Tehát a mai sajtótájékoztatónak a lényege a következő. Úgy gondoltam, hogy fontosnak tartom azt, hogy értesítsük a közbenit arról, hogy a jégvédelmi rendszer Szombathely területén már évek óta nagyon rosszul működik. Azt is el szeretném mondani a szombathelyi polgároknak és a közbenit, hogy a jégvédelmi rendszernek a működtetése, a szervezése, a pénzölése, az nem az önkormányzatnak a feladata. Nem a szombathelyi önkormányzat van a törvényszerűnek bíz, hogy ezt a rendszert működtette és a jégvédelmet megszervezze. Ez a jégvédelmi rendszernek a működtetése és a jégvédelem elleni védelemnek a megszervezése, az a köztársasági belügyminisztériumnak, az illetékes hivatalának a kötelezettség és a feladata. Őnek vannak erre látható pénzeszközeik, ők vannak ebben megvédelmezni a munkát, megszervezzék és állása. Attól függetlenül egyértelmű az, hogy évekre visszamenőleg sajnos ez a rendszer nem megfelelőképpen működik a város területén, ez az önkormányzati terület. Évekre visszamenőleg abban kell szembenézni, hogy május júniusban állóan károk vannak, a komoly károk vannak a mezőgazdasági tulajdonosságnak, a jégverési károk. Több millió eurós károkról kell éve szinten beszámolnunk, vagy tudomást szereznünk azért, mert a rendszer nincs működtetve. Tavaly például kiderült, hogy azok az emberek, akik arra vannak megbízni, hogy működtessék, azok nem is végezték el a feladatot. Sok esetben sogorkom a jó barát alapján voltak kiválogatva az emberek, nem voltak felkészítve, nem voltak elegendő felszerelés és stb. És azt is el akarom mondani, hogy az önkormányzat ezt a helyzetet nem fogja tovább törni. Nem a mi hatáskörünk, de úgy gondoljuk, hogy nem kell, hogy hallgassunk ezekre a dolgokat. Mert az önkormányzat az előző időszakban próbált pénzeszközöket kiválasztani és támogatni, segíteni a jégvédelmi rendszernek, fontosnak tartottuk ezt. Nem a mi feladatunk és nem a mi törvényes kötelezettségünk. Attól függetlenül az önkormányzat több millió dináros összeget választott ki éves szinten, hogy a jégvédelmi rendszer működőképes legyen, szervezet legyen és valamilyen formában anyagilag is támogassuk, mert tudjuk, hogy köztársasági szinten a pénzeléssel is gondokat. És elmondtam azt, hogy 2012-ben több mint 1 millió dinárt választott ki az önkormányzat a jégvédelmi rendszer támogatására, 2013-ban 3,7 millió dinárt választott ki, és most 2014-ben pedig 4,7 millió dinárt választottunk ki a jégvédelmi rendszernek a támogatása. Elsősorban a rakéták beszerzésére és a kilövőállomásnak a működtetésére, az embereknek a fizetésének a biztosítására. Ettől függetlenül azzal kell szembenéznünk az idén is, hogy már két alkalommal az önkormányzat területén a jég elvert egy nyílt határrészeket, és újra károk vannak. Azzal kell szembenéznünk, hogy a 23 kilövőállomásból csak 8 van működőképes állapotban. Azzal kell szembenézni, hogy a kilövőállomás által minimum 6 rakéta, ahol kell, hogy legyen, ahelyett csak 1,4 rakéta áll rendelkezésre, amit egyszerűen lehetetlené teszi a komoly vagy eredményes jégvédelmet. És azzal kell szembenéznünk, hogy a mai napok azok az emberek, akik el tudják lássák ezt a kilövőállomásoknak a szolgálatot, azok az emberek nincsenek kiválasztva, nincsenek angosához. Azzal kell szembenézni, hogy a 23 kilövő állomásból csak 8 működik. Csak 8 van egyáltalán olyan állapot, hogy egyáltalán tudnak róla rakétákat kilőni és védekezni a jégverésre. Ez a helyzet, ez tartatlan. Én hétfőre elhívtam a bajsai radarállomásnak az illetékeset, a vezetőit, és meg akarom tisztázni ezt a helyzetet. Vagy végzik a munkájukat, és akkor van értelme annak, hogy a szabadkai önkormányzat pénzeket válaszol ki, milliós összegeket, és támogassuk ezt a rendszert, vagy sem pedig azt fog előfordulni, hogy mi kiválasztok a 3,7 milliót, ők folytassák le a közbeszerzést, tehát még nincsen rákiadásunk, és utána a rakétáknak a felét elviszik Zomborba, és nem itt használják a szabadkai város területét, akkor azt gondolom, hogy ez a munk ez értelme. És akkor másfelé kell nézni. Másosorban, hogyha nem lesz egyesség velük, és nem fogják ezt a munkát komolyan, akkor kifőkebben értesítenek a miniszterről is. Személyesen. Ez, hogy millió eurós károk vannak itt éves szinten szavazgál, és hogy nem képesek ellátni a munkájukat, ezt tartanak. Én remélem, hogy meg tudunk egyezni az illetékesekkel, és remélem, hogy összekapják magukat is, hogy ez a rendszer teljesen másképp fog megjelenni, ezt megszervezni az átkövetkező időszak. Hatékonyan és eredményesen. Ez a rendszer, ahogy most van csinálva, ez jobban nincs. Ez mindig elismerhető. Köszönöm szépen.